Három napon keresztül a Hódmezővásárhelyi úszoda adott otthont a Diákolimpia országos döntőjének. Valamennyi korosztály képviselői rajtkőre álltak, így közel 500-an indultak el a versenyen. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, általános iskola és kollégium úszói közül 29-en harcolták ki a részvétel jogát, így az intézmény rekordlétszámú csapatot indíthatott. Az A kategóriában az igazolt úszók, a B kategóriában pedig azok indulhattak, akik legalább 2 éve befejezték a versenyszerű sportolást. Az arany végül 10 érmet szerzett, 4 arany, 1 ezüst és 5 bronz megoszlásban. 2 váltó állhatott a dobogóra, a harmadik korcsoportos 4x50 méteres fiú gyorsváltó arany, a második korcsoportos 4x50 méteres lány gyorsváltó pedig bronzérmet szerzett. A többi érem egyéni számokban született. Az aranyérmesek Hatházi Dóra, aki a mind a 2 számát megnyerte, ugye 2 egyéni számot enged a versenykírás, 100 gyorsan és 100 pillangón is nyert, ő a 4-es korcsoportban versenyzett. A B kategória 5-ös, 6-os, tehát a legnagyobb a gimnazistáknál a Mokos Csenge 100 méter háton tudott nyerni, illetve 100 gyorsan ő bronzérmet is szerzett. Ezüstérmet jegyezte a Cserfalvi Olaf, az azért is jó eredmény Olafnak 4-es korcsoportban, mert ő első éves volt, tehát ő az idősebbek között versenyzett, illetve bronzérmeseink voltak 100 pillangón a Struhár Jászmin, a Lengyel Áron, és 100 méter gyorsan a Kovács Péter. A 10 éremmel az aranycsapata minden korábbinál jobb eredményt ért el. Az intézmény igazgatója a sikerek mellett arra is büszke, hogy valamennyi diákjukat megtanítják úszni. Épp testben, épp lélek, ez az iskolának az egyik hitvallása is, hogy a szellemi táplálékon túl azért a gyerekek egészségére is szeretnénk nagyon odafigyelni. Az úszás, mint alapsportág nagyon fontos ebből a szempontból. Nálunk minden gyerek megtanul úszni, kötelező tanítási óra keretébe tanulják az úszást, és azt gondolom, hogy az eredmények igazolják, hogy a minőséget is tudjuk biztosítani, mert a kollégáink nagyon szépen, nagyon eredményesen és lelkiismeretesen dolgoznak. A Diákolimpián sikeresen szereplők közül 3-an nem kaptak pihenőt, Hatházi Dóra, Cserfalvi Olaf és Valent Gergő a 7. második felében egyesületi színekben áll rajtkőre a debreceni felnőtt országos bajnokságon. Az aranyban pedig április 7-én várják azokat képességvizsgálatra, akik köznevelési típusú sportiskolai osztályba jelentkezve szeretnének a Diákolimpiai bajnokok nyomába lépni.